27 egyéni és 18 csoportos induló, vagyis összesen 230 fő vett részt az idén újra megrendezett Cinege Madár Tolna megyei népzeneversenyen, az általános iskolásoktól. Elsárosodik a tunikád, megvár érte az édesanyád. A nyugdíjas korosztályig. Bíros mind a két orcája, Debrecennek van egy vize. A verseny elődöntője Tamásiban és Szekszárdon zajlott, az ezeken legjobban szerepelt versenyzők jutottak be a döntőbe, így a szakértő zsűri 20 produkciót minősített ezen a napon. Dél Zsuzsanna széki dallamokat mutatott be a zsűri előtt. Próbáltunk olyan számokat kiválasztani, ami a legjobban illik hozzám, és azt hiszem, én jobban szeretem a nem annyira gyors számokat, hanem amit jól lehet hangsúlyozni, jól tudom díszíteni őket, és azt hiszem, ezek voltak rá a legjobbak. Ez volt az első népzene versenyem, mert eredetileg én klasszikus zenét tanultam már 8 éve, viszont pár éve megpróbálkoztam a népzenével. És igazából nagyon jó élmény volt ez az egész, ez a népzenek közeg, és nagyon jól éreztem magam rajta. A családomban két nagyobb testvérem is hegedült, és mindig példaképként tekintettem rájuk, ezért gondoltam, hát én is kipróbálom, és közben nagyon megszerettem. És a baráti társaságomban többen is népzenéltek, és mindig mondták, hogy jöjjek velük, és hát egyszer elmentem, és nagyon megszerettem. A 13 éves Tuba Őrs is hegedűvel állt a színpadra. Ez a 6. évem a hegedülésben, népzenével kezdtem, és azóta imádom. Nekem ez az első alkalom, hogy jelentkeztem a Cinege Madár népzenés népdaléneklési versenyre. Nagyon élveztem mind az elődöntőt és a döntőt is. Csak is örömet éreztem, és azt szerettem volna közben, hogy a zsűrinek megmutassam, hogy nem kell izgulni ezek előtt, csak az öröm van az egészben. És hogy mi a jó hegedülésben? Kiszolgálhatja az ember, hogy zenél a táncosokat, és mindenkinek örömet tud szerezni, de nem csak a hegedülés a legjobb ebben, hanem az egész népi kultúra. Mert régen úgy volt ez, hogy zene nélkül nem volt tánc, és tánc nélkül meg nem volt zene. És amikor az emberek együtt mulatnak, az egy csodálatos élmény lehet. Hát érezzük, látjuk a mai rohanó világban, hogy egyre nehezebb azokat a évtizedes tapasztalattal bíró szakembereket pótolni, akik ugye már az első világháború, második világháború környékén népdalgyűjtéssel, népi hagyományok gyűjtésével foglalkoztak. Nekünk szerencsére van még mindig egy Szabadi Miska bácsink, aki ennek a versenynek, a mozgalomnak is az elindítója volt, és nagy örömünkre mai nap is itt ül a zsűriben, tehát ezt a 4 évtizedes történetet ő nagyon szépen keretbe foglalja, és az ő és a hozzá hasonló szakmai emberek a garancia arra, hogy ez a hagyomány ez tovább épülhet. Az igazgató szerint a jelentkezők lelkesedése nem változott az évek alatt. Egy népdaléneklés, akár legyen egyénileg, akár csoportosan, egy nagyon szép felszabadító történet, egy picit megismertett bennünket őseinknek a nyelvezetével, olyan szólásokkal, mondásokkal, olyan kis vicces, tréfás szövegekkel, amelyek én azt gondolom az iskolai oktatás révén is nagyon nagy hasznára válhat valamennyi diáknak, hiszen tankönyvekben, régi népmesékben, történetekben ugyanezzel a nyelvezettel találkozik. Hogyha ez még zenével párosul, én azt gondolom ez egy nagy élményt ad neki, látható a szereplők nagy létszámán is, hogy örömmel és szeretettel vesznek részt az ilyen versenyeken. Külön öröm számunkra, hogy a 20 produkciónak is a legjobb díjazottjai, a szakmai zsűri által kiválasztott produkciók, legyen szó egyéni vagy csoportos előadókról, a szexádi születi napok keretein belül egy gála műsort is adnak majd. Ez is egy régi hagyomány, amit újra visszaillesztünk a szexádi születi napok programjába. A megmérettetést még az előző évezredben, az 1980-as években Szabadi Mihály, Besenyei, Csokonai és örökségdíjas koreográfus és néprajzkutató indította el, aki ezen a napon is ott ült a zsűriben. Ez nagyon jó
és szeretnék még sokáig benne ülni a zsűribe, vagy legalábbis hallgatója lenni. Hosszú ideje, hogy próbálkozunk azzal, hogy a gazdag Tolna megyei népdal kincset tovább örökítsük valahogy, és hát szerencsére most újra vannak vállalkozók, és most, ahogy vége van ennek a műsornak, különösen jó érzéssel mondom ezeket a szavakat, mert itt most az a feladatunk, hogy a gálára kiválogassuk a részvevőket, de majdnem, hogy ez a műsor mehetne a gálába is. Nagyon, nagyon örvendetes dolog, hogy csoportok vannak, nagyon örvendetes dolog, hogy sok a fiatal, és hát gondot jelent, hogy kevés a szakember, aki igazán fel tudná készíteni, de azért mégiscsak vannak lelkes emberek, akik hajlandóak erre. És így most nagyon frissen, ezután a bemutató után az is nagyon jól eső dolog, hogy nagyon sok településen ápolják az igazi helyi hagyományokat. Úgyhogy ezzel gazdagodik mindenki, gyerek és felnőtt egyaránt. A verseny megálmodója elmondta nagy öröm számára, hogy még mindig él ez a hagyomány. Először nagyon nagy lendülettel indult meg, annyira, hogy nyáron népzenei táborok voltak, meg annyira, hogy volt egy stábunk, amelyik falura kiment segíteni a népdalköröket, és hát olyan, hogy a most kettő elődöntő volt, valamikor négy helyen volt döntő, és ott is 40-50 jelentkező volt, tehát ekkora létszámmal. Tehát most azért, hogy mondjam, itt a járvány, meg a korábban közben eső időben lévő átszervezések kárára voltak a mozgalomnak, de most úgy látszik, hogy a Babicsba új szellem uralkodik, és akad támogatója. Azért is nagyon fontos ez a verseny, mert az általános iskolában sajnos háttérbe szorult a népzenei oktatás, és az is baj, hogy kevés az énektanár, és hát félve mondom, nehogy megverjenek, de közülük nagyon sok, aki nem ért a népdalhoz. Úgyhogy lelkes amatőrök, nagyon sokan, akik segítik ezt a dolgot, de nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek tanulják. És hogy nehéz dolga lesz a zsűrinek? Nehéz is, meg nem is. Jó dolga lesz. Ezeket a nehézségeket a zsűri szívesen vállalja. A zsűri egy ezüst, 8 arany, 9 kiemelt arany minősítést és egy külön díjat osztott ki a döntő során. Ezek mellett pedig minden indulónak lehetősége lesz fellépni a szüreti napok alkalmával megrendezett gálaműsoron. Örmester úr!